Na, üdvözlünk minden kedves nézőt! Jaj, közben itt azt audio megszólalt, szóval köszöntünk minden kedves nézőt! Itt vagyunk a következő heti kibeszélünkben. Aki nem tudná, én Ákos vagyok természetesen. Mint mindig én köszönök be itt az elején. Úgyhogy mindenkit köszöntünk sok szeretettel itt a harmadik heti kibeszélünkben. Ha jól tudom, ez a harmadik. Igen. Úgyhogy a mai egy, szerintem egy kicsit rövidebb adás lesz egyébként, de erről még sokkal többet nem mondok, mert nem szeretném, hogy most itt elhúzzam az adás elejét. Először is szeretném köszönteni a három delikvenst, aki a szokás szerint a heti kibeszélőben itt lesz velem. Szóval, szia Szívós! Ja, és üdvözlök mindenkit, sziasztok! Szia Geruska! Sziasztok! És szia Berci! Bertus is itt van. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. De még miért belevágnánk a videóba, vagy hát pontosabban az élő adásba, azért szeretnénk bemutatni a promó videónkat. Először is leszögeznénk azt, hogy ez nem egy teljesen kész promó videó. Ez egyelőre egy ideiglenes videó lett. Ezen majd később fejleszteni fogunk. Lesz pár újítás is benne, meg minden. De most egyelőre a következő hetekben, vagy legalábbis egy-két hétig még mindenképpen ezt fogjátok látni, ameddig még nem fogjuk így komolyabban megcsinálni, úgyhogy ez az ideiglenes promó videó, úgyhogy ahelyett, hogy most hallgatnátok, hogy én pofázok, ahelyett hallgassátok azt, hogy én pofázok egy videóban. Úgyhogy sokkal jobb dolgotok lesz, de akkor nem is húzom tovább a szót, akkor vágjunk is bele, és akkor nézzétek a promó videót. És akkor eljött a promóció ideje. Ha tetszik a stream, illetve a videó bármilyen platformon, YouTube vagy Twitch-en nézed, akkor ne felejtsétek el a social media platformainkat bekövetni, illetve csekkolni az Instagram oldalon, fönn vagyunk Shoplon Sportcast néven, itt minden posztot megtalálhattok, minden sporteseménnyel kapcsolatban, úgyhogy kövessetek be minket, ne maradjatok le a friss információkról, itt be tudtok joinolni a Discord szerverünkre, de ha már itt tartunk, akkor iratkozzatok fel, illetve nyomjátok be a csengőt a YouTube csatornánkon is, mert ide töltünk fel minden podcastes, illetve egyéb videónkat, úgyhogy itt minden videó megtalálható egy helyen. De az élő adásainkat, mint amit lehet, hogy jelenleg néztek is, azt itt a Twitch csatornánkon találhatjátok meg. Minden élő adásunk ezen a platformon van, úgyhogy megköszönjük, hogyha ezzel a platformon is bekövettek minket, de ha már itt tartunk, akkor Facebook oldalunkat is csekkoljátok le. Ugyanazokat a tartalmakat találhatjátok meg Instagramon, mint itt Facebookon, úgyhogy ezt is csekkoljátok le. De hogyha minden információt egyben akartok megtalálni, akkor lépjetek be a Discord szerverünkre, minden link a leírásban, vagy a komment szekcióban, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor menjen tovább a videó, vagy a stream. Sziasztok! Na, hát akkor reméljük tetszett nektek ez az ideiglenes promó videó, úgyhogy még egyszer szeretnénk ezt leszögezni, egyáltalán nem egy kész, tehát egyáltalán nem ez a végleges változat, de most egyelőre ezt fogjátok majd láthatni a videóban, illetve a streamekben, úgyhogy reméljük, hogy azért tetszeni fog nektek. Úgyhogy akkor érkeztünk a heti kibeszélőhöz, úgyhogy vágjunk is bele az adásba. A mai adásnak a témája az ilyen per pillanatban mind a három sportról fog szólni. Viszont azt szeretném előre leszögezni, hogy az F1-ről tényleg csak egy pár szó erejéig fogunk, vagy az F1-re egy pár szó erejéig fogunk kitérni. Azért, mert holnap lesz az F1-es adásunk, és igazából nem is konkrétan az F1-ről, hanem inkább az adásról szeretnénk egy pár szót mondani, hogy igazából mire számíthatok majd holnap. Úgyhogy az inkább csak egy ilyen kis befejező téma lesz. Na de, akkor amikről beszélünk a mai adásban, az nem lesz más, mint szokás szerint a foci főként, úgyhogy a bajnokok ligáját fogjuk itt egy kicsit
pár mondatban kibeszélni a meccseket, illetve még egyéb foci bajnokságokat, például a Premier Ligát, ugye a La Ligát, illetve a Bundesligáról fogunk egy pár szót ejteni, illetve az NB1-ről. Úgyhogy ha ez meg lesz majd, akkor utána kicsit kitérünk a kosárlabda témára, amin belül viszont a magyar férfi kosárlabda válogatottról fogunk egy pár mondatot beszélni. Erről majd szerintem inkább én meg a Szívus fogunk kicsit csevegni. Itt ugye a VB selejtezőről lesz majd pár szó. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele a bajnokok ligájába, mert talán ez van itt a... Ez talán az a téma, amit mi gyors itt az elején ki tudunk beszélni. Úgyhogy akkor megkérném azt, hogy Berci vezesse fel kicsit a bajnokok ligáját, hogy miről fogunk itt most beszélni. Röviden a mai adásban össze fogjuk foglalni az elmúlt hét négy mérkőzését, mert hogy még messze van az, hogy külön adásunk legyen újra, amit csak a BL-nek szentelünk, ez majd nagyjából március végén április elején lesz esedékes a negyeddöntő sorsolása után. Akkor majd részletesebben is kibeszéljük mind a 8-at döntős párosítást és az ottani meccseket, de meg majd, hogy a negyeddöntőkben mit várunk. Szóval akkor elsőként majd a Napoli-Frankfurt meccsről foglaljuk össze a véleményünket. Köszi, Bercus, hogy felvezetted itt a témát, úgyhogy akkor én bele is vágok, hogy én elmondjam a véleményemet erről az összecsapásról. Hát, hogy is mondjam, azért szerintem mindenki várhatta azt, hogy azért a Napoli meg fogja verni a Frankfurtot. 2-0 lett egyébként a Napolinak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen talán nem volt egy kis... ezen a meccsen nem volt szerintem azért meglepetés. Én azt gondolom, hogy itt azért a Napolinak kötelezően meg kellett nyerni ezt a mérkőzést, mert ők szerintem tényleg komoly célokkal rendelkeznek az idei BL-re, elég jók idén, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez nekik most egyáltalán nem volt egy kérdéses meccs, úgyhogy akkor Szívus, beszélj nekünk esetleg, ha még neked van bármi mondani valód erről az összecsapásról. Győzött a papírforma. Így van. Ennyi. Gerike, neked van bármi hozzáfűzni valód ehhez a meccshez? Talán csak annyit, hogy a Frankfurt edzője azt mondta, hogy még nem lefutott a párharc. Igazából nagyon nehéz lesz, mert a visszavágó Nápolyba lesz, hát nem tudom. Döntse el mindenki, hogy mit gondol. Hát azért én azt gondolom, hogy ez a párharc már eldőlt, de nyilván a fociban mindig vannak csodák. De hát azért nem gondolnám, hogy a Frankfurt képes lenne egy 3-0-át csinálni a Napolinak, főleg hazai pályán, ugye Nápolyban. Én nem gondolnám, hogy azért ekkora fordítás lenne. Berci, esetleg bármi hozzáfűzni való ez a meccshez? Még annyi, hogy egyrészt, hogyha ilyen ezt a teljesítményt tudja hozni a Napoli, akkor nem kellene, hogy nagyon megnehezítse a dolgukat a Frankfurt a második mérkőzésen sem, és ráadásul még egy büntető is kimaradt a Napolinál. Karaskélő volt az, aki mérkőzés ellen még 0-0-ás állásnál, ha jól emlékszem, akkor hagyott ki egy büntetőt, aztán a Frankfurtnak még egy piros lap is nehezítette a helyzetét, szóval ez egy elég sima, hozta a papírformát a Napoli, és simán hozták ezt a meccset, és szerintem nem fog. De nem lesz nekik sokkal nehezebb a második mérkőzés sem. Na, hát akkor szerintem ezt a meccset, vagy pár harcot ki is beszéltük. Erről azért nem volt semmi olyan dolog, amit így különösebben ki kellett volna beszélnünk. Úgyhogy akkor térjünk is rá a következő összecsapásunkra.
ami szerintem most nem időrendi sorrendben, ne időrendi sorrendben haladjunk, inkább a végére hagyjuk szerintem azokat a meccseket, amikről talán egy kicsit többet tudunk beszélni. Úgyhogy szerintem lépjünk tovább az Interportóra, az Interportó mérkőzésre. Erről mi a véleményetek, hogy ugye itt érdekes módon, ha aki látta a BL kibeszélünket, az hallotta, hogy négyünk közül hárman az Inter továbbjutását várjuk, ha jól emlékszem, és egyedül csak a Geri mondta azt, hogy a Porto fog tovább menni. Igen. Igen. Erősítsetek meg, ha így van, akkor jó. Úgyhogy érdekes, hogy azért tényleg 3-1-be szavaztuk az Intert, de ki tudja, a Gerinek lehet, hogy még a végén igaza lesz. Az Inter 1-0-ra nyert a Porto ellen, hazai pályán. Azt gondolom, hogy azért ők ezt tényleg próbálták behúzni, mert azért szerintem az Inter idegenben a Porto ellen eléggé nehéz lesz. Az egy eléggé szoros meccs lesz. Úgyhogy itt igazából még én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lefutott ez a párharc. Mindenképpen okozhat meglepetés még a Porto, simán visszajöhet még ebbe a párharcba. Az az 1-0 igazából fociban nem sok mindent jelent, tehát én nem gondolom azt, hogy itt ez még lefutott párharc. Úgyhogy, de mi a véleményetek erről nektek? Geri? Én pont ezt a meccset néztem, ugye egy időben volt a Lipcse meccsel, és én úgy döntöttem feldőlni, hogy inkább átkapcsolok ide, és nem bántam meg a döntésemet. Szerintem ez egy nagyon jó meccs volt. Nagyon jó tempóban játszott mind a két csapat, nagyon sok helyzet volt, bődületesen sok kapufa volt, és igazából én nem ezt vártam, vagyis azt tippeltem, hogy a Porto fog tovább jutni, de nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fognak játszani, úgyhogy egyébként még meg is érdemelték volna a győzelmet, de hát a végén nem figyeltek oda, és hát ezt Lukaku kihasználta, aki csereként jött be. És ugye az a piros lap az ott nem kellett volna, mert igazából Otávióta jobb szélsőt kiállították, és így egy emberre kevesebben is voltak, így meg nehezebb volt az Inter ellen, és a végén hát jött az a gól. Hát ahogy Ákos mondta, szerintem is még ez nem dölt el ez a párharc, a visszavágón én a Porto tartom esélyesebbnek, és simán át tudom képzelni, hogy itt a Porto tovább jut. Bár azt is, hogy ugyanez eljátszódik, hogy megint egy korai piros lap, és akkor az Inter majd uralni fogja a meccset, és akkor onnan meg ők jutnak tovább, de én bízok benne, hogy a Porto tovább jut, és hogy igazam lesz. Oké, és köszi szépen, Geri, a véleményedet. Akkor térjünk át Bercire. Én egyetértek veletek, ez abszolút egy ilyen, mondhatjuk azt is, egy ilyen 50-50-es, hogy kijut tovább innen. Gyakorlatilag minden benne van ebben. Szóval, ugye Portóban lesz a meccs, tehát én szempontból a hazai pálya előnye a Portónál, én ennél többet nem tudok elmondani, egy nagyon szoros, vagy hát nem is mondom feltétlenül, hogy szoros mérkőzést vár, akarom, hogy bármi megtörtént, hogy gyakorlatilag nem fogok meglepődni semmin. Maximum egy 10-10-es döntetlen az, amivel meglephetnek, de komolyra fordítva a szót szerintem ez egy, ahogy az előbb is mondtam már, ez itt még bármi lehet. Okés. Hát akkor igazából nem tér el hármunk véleménye. Itt azért minden hármunk kiki meccset szavaz. De hát akkor jön szívós, hát ő mond egy kis újat, hát ha ő mond valami olyat, ami eltér a mi véleményünktől. Hát nekem se nagyon tér el. Igazából én csak annyit mondok még, hogy nekem, vagy hát én tartom magam az előző BL-es adáshoz elmondott véleményemhez, mert én úgy gondolom, hogy azért az Inter nem fogja leadni ezt a, hát ha csak egy gólos előnyét is, de ez se fogja. És azért valahogy be fogja húzni ezt a párharcot. Viszont én nem néztem a meccset, én a Lipcse meccset néztem inkább, de a statokat megnézve azért ez tényleg egy izgalmas meccsnek nézhetett ki, amit Geri már mondott is, ugye sok kapura lövéssel, és azért volt egy piros lap is a Portónál, ha jól láttam. Szóval azért voltak indulatok. Köszi szívós a véleményedet. Hát igen, akkor úgy gondolom, hogy azért egyikünk sem változtatja meg a véleményét, viszont tényleg, ahogy mondtuk, mindenképpen egy szoros párharcnak nézünk elébe, szoros utolsó meccsnek, úgyhogy mindenképpen
Én egyébként egy hosszabbításra tippelek, de aztán kiderül, most ne tippelgessünk, ez nem az az adás. Úgyhogy pörgessük is a témánkat, csapjunk a lecsóba továbbra is, menjünk tovább. Úgyhogy akkor térjünk rá arra a meccsre, ami egy időben volt az Inter Portóval. Akkor a Lipcse Manchester Cityről ejtsünk egy pár szót. Eléggé érdekes meccs volt. Ahogy mondta Geri is, ő átkapcsolta az Inter Portóra, mi maradtunk szurkolni a Lipcsének. Ugye itt meg pont a fordítottja van, majd itt meg ugye én a Geri mondtam azt, hogy csak ő volt olyan, aki rátette a Portóra, hogy tovább megy. Itt viszont én voltam a bátor, és én tettem egy Lipcse továbbjutást. Azt gondolom, hogy azért szerintem a Lipcse csalódott lehet. Összességében nem kéne, hogy csalódottak legyenek ezzel a döntetlennel, mert szerintem óriási dolog az is, hogy ők most kihozták döntetlenre a City ellen ezt a mérkőzést, de tényleg amennyi helyzetük lehetett volna, amennyi gólt lőhettek volna, ha azért Szoboszlainak azt a 30 méterről rárugott bombalövését nem fogja ki a kapus, akkor ott azért lehet, hogy fölborult volna kicsit a meccs, de ugye nincs mi lett volna ha, szóval egy-egy lett a mérkőzés. Egyébként szerintem nem volt egy olyan rossz meccs, igaza van a Gerinek, nem volt azért a legizgalmasabb, nem volt annyi kapura lövés, nem volt annyi helyzet, úgyhogy azért szerintem ez nem volt tényleg a legizgalmasabb meccsek egyike, de azért szerintem itt kíváncsi leszek a visszavágóra, mert ugye az Manchesterben lesz, és hát kíváncsi vagyok, hogy Lipcse mit fogott alkotni, illetve a City mennyire próbálja ledarálni a Lipcsét. Biztos vagyok abban, hogy a Lipcse nem fogja magát hagyni, de hát ugye amellett ne csúszunk el, hogy azért Gulácsi hiányzik a Lipcse kapujából, ami szerintem tényleg nagyon durván meglátszódott a Lipcsén. Tehát azért sokkal, sokkal bizonytalanabb volt ott a kapu előtt a csapat. Én nem akarom színni a Lipcse kapusát egyébként, de neki sajnos nem ez a színvonala. De én nem akarok oktatni, mert én nem vagyok kapus, én nem vagyok focista, és tényleg nem akarok semmi olyat, tehát ez nyilván csak az én véleményem, de ezzel tényleg csak annyit akarok mondani, hogy látszik Gulácsi hiánya, úgyhogy, de hát sajnos nem fog visszatérni a BL-re, ha akár meddig menetel Lipcse, nem fog visszatérni, úgyhogy ez szomorú hír, de akkor kíváncsi vagyok a többiek véleményére is, úgyhogy akkor most kezdjük visszafelé, akkor szívós. Hát Geri, elkapcsolt egy másik meccsre, én meg elmentem aludni. Mert az első fél idő nem volt izgalmas, és fáradt is voltam, szóval inkább elmentem aludni, egy Lipcse gólról maradtam le. Hát nem tudom, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a második meccsre tartalékolták magukat a fiúk, vagy hát remélem, hogy azért ez egy kicsit izgalmasabb lesz. Igazából én a Lipcsének szurkolok, de nem nagyon éreztem bennük, hogy ezt a Cityt összességében le tudnánk győzni. Szóval én maradok a City továbbításnál. Geri? Szerintem mehetünk tovább, Berci beszélhet, mert úgyis azt nézte. Azért egy mondatot legalább mondhattál volna róla, de oké, és akkor Berci tédezó. Jó, de nem nagyon néztem azt a meccset, inkább a Portót néztem. Na, akkor átveszem a szót, szóval az első fél időt eléggé, mondjuk azt, hogy azért jobban dominálta a City, a Lipcsének kellett egy fél idő, hogy így megtalálja magát, aztán a második fél időben jöttek a helyzetek végre, akkor sikerült is kiegyenlíteniük, de ugye a győzelem végül nem lett meg, talán nem is volt annyi és akkora helyzetük, hogy megérdemeltek volna egy győzelmet. Szerintem ez a döntetlen, ez egy abszolút reális és megérdemelt eredmény mind a két csapat szempontjából. Tartom magam a BL kibeszélés tippemhez, és azt gondolom, hogy a City az esélyesebb még mindig összességében, bár hogyha tudja hozni azt a játékát a Lipcse, amit a második fél időben hozott, akkor
még lehet, hogy megnehezíti a City dolgát. Oké, és köszi Berci a véleményt. Hát akkor térjünk rá arra a meccsre, ami négyünk közül Gerinek a legnagyobb szívszorító fájdalmat okozta, és ezt Insta posztba is kifejezte felétek. Úgyhogy aki olvasta, az lehet, hogy egy... Aki lehet, hogy egy... Aki olvasta, az lehet, hogy egy zsepihez is nyúlt, és átérezte Gerinek a fájdalmait. Na, viccet félretéve. Hát, mondjuk azt, hogy a Real Madrid legyalázta konkrétan a Liverpoolt, tehát azért 5-2 Realnak idegenben, nem tudom, tehát azért ez egy eléggé tiszta meccs volt szerintem. A Liverpool ugye gyorsan megszerezte a vezetést, majd duplázni is tudott, szóval 2-0-ra elment, de én azt gondolom, hogy a Real Madrid csak botlott egyet abban a 15-20 percben, amikor ez a 2-0 történt, és utána igazából rátalálta a formájára, és a saját játékukat tudták játszani, amiben igazából Liverpool nem nagyon szólt bele, úgyhogy teljesen tiszta és megérdemelt 5-2 volt. Ugye a Geri nekünk itt mondta utána, hogy ez egyáltalán nem 5-2, meg hogy azért nem volt ekkora különbség a két csapat között, meg hogy nem érdemelte meg a Liverpool, hogy ennyivel kikapjon. Én ezt megcáfolnám. Aki nézte a meccset, azt hiszem, én nem vagyok egyáltalán nem vagyok Liverpool fan, Real fan se vagyok, de hogyha két csapat közül kell választani, akkor inkább a Real Madridot választom. Egyáltalán nem vagyok egyiknek se a fanya, szóval igazából pártatlanul tudok beszélni. Én azt gondolom, hogy a Real végiguralta a második félidőt, és ugye az első félidőnek a második felét is. Úgyhogy én nem gondolnám azt, hogy ez nem volt egy egyértelmű Real győzelem, nem megérdemelt Real győzelem. Szerintem itt mindent kihozott magából a Real Madrid, és azért 5-2-ről szerintem itt tudnak kicsit tartalékolni is a második meccsen. Bár ugye már láttunk hatalmas fordításokat már a BL történelmében, de azt gondolom, hogy azért ebben a Liverpoolban nincs benne az, hogy 4-0-át tudnának adni a Realnak, vagy hát ugye 4 gólos különbséggel tudnának nyerni. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy itt azért a Real ezt innen már el fogja veszíteni, de azért kíváncsi vagyok a véleményetekre, szóval akkor rögtön Gerivel kezdjük, kíváncsiak a véleményedre. Hát egyébként én úgy gondolom, hogy a Realnak nagyon jól kijött a lépés, igazából jól is játszottak, nem tudom, én nem láttam mostanában, hogy ennyire jól játszott volna a Real Madrid, szerintem ezen a meccsen voltak a legjobbak a szezonban. Hát a Liverpool az nagyon jól kezdett, igazából 2-0-ra is vezettünk, addig uraltuk a meccset, és jött egy nagyon szép Vinicius átlövés, amit azért le lehetett volna védekezni, de viszont az nagyon szépen elhelyezte, úgyhogy a kapusnak esélye se volt. És akkor azt a két kapusbakit azt nyugodtan kiemelhetjük, hogy az is nagyon ritka, hogy egy ilyen kapusbaki van, de hogy egy meccsen kettő ilyen is előforduljon, az nagyon nagy szenzáció. És hogy mind a két kapus eljátszott ezt, és a fél időre 2-2-vel mentek be, ami szerintem teljesen reális volt, és valahogy úgy éreztem, hogy a második fél időre csak egy csapat jött ki, az a Real Madrid volt, meg benn maradtunk az öltözőbe. Ez jól látható, hogy az elején, a második fél idő elején Joe Gomez óriásit hibázott, teljesen fölösleges szabálytalanságot követett el, amit utána a Real Madrid meg is bosszult. Hát nem tudom, hogy hol maradtak a védőink, nagyon simán tudott fejállni Militao, azért le kellett volna tudni védekezni. Aztán utána próbáltunk támadni, még éreztem is, hogy na akkor most új erőre kap a Liverpool, és ki fog egyenlíteni, és jött a negyedik gól, ami után én úgy gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés, és a negyedik gól után már teljesen szétesett Liverpool, és akár ez még lehetett volna így 4-5-6, akár 7 gól is, hogyha Real Madrid még jobban megnyomja. Egyébként emelem a kalapom a Madrid előtt, hogy ilyen jól teljesítettek, igazából a továbbításra nem sok esélyt látok, szerintem ez a párharc már eldől, de hát ahogy Ákos is mondta, még nem szabad leírni teljesen a Liverpool sem, de hát nagyon kevés az esély tovább is jönnek. Na, köszi Geri a véleményt. Akkor igazából elég sok mindent elmondtunk itt a Gerivel. Szívós, Berci, hozzászólás.
Szépen összefoglaltátok, én más nem tudok hozzáfűzni. Hát Geri, keserves szavaira már sok mindent én sem mondanék, vagy nem fűznék hozzá, de azért szerintem is, tehát most már ez eldőlt, menjünk a kövi témára. Oké, és hát igen, úgyhogy én nem gondolnám azt, hogy innen fordít a Liverpool. Úgyhogy akkor térjünk is rá a következő témánkra, ami igazából a focis ligákról fog szólni, és igazából hogy tényleg csak pár mondatban fogjuk őket kibeszélni. Szerintem kezdjük a La Ligával, és azon belül is a Barcelonával. Ugye a napokban, vagy hát hetekben is azért lehetett látni azt, hogy a Barcelona jelenleg egy nagyon pici kis hullámvölgyben volt, van. Inkább úgy mondanám, hogy sérülés seikkel bajlódnak. Tehát jelen per pillanatban Lewandowski megsérült fél hónapra. Dembélé még mindig nem tért vissza, illetve Pedri sem tért még vissza a sérüléséből. Hát három kulcs emberét vesztette el a Barcelona. És ugye pont most lesz majd pénteken talán. Erősítsetek meg. A Real Barca meccs. Nem erősít meg senki. Keresem, próbálom keresni az információt. Hát csütörtök el lesz a Barca rá, hogyha arra gondolsz. Hát nem én másra gondoltam volna, Geri. Jó, csak vártam, hogy valaki beleszól, de akkor gondolom, hogy csütörtök. Na, igen. Ugye ez a spanyol kupa döntő, vagy kupa elődöntője lesz. Ugye az első meccs lesz a összecsapásban. Eléggé nehéz dolga lesz a Barcelonának. Remek formában játszottak eddig a szezonban. Ugye a felet nézzünk el, hogy azért a Európa Ligában nem sikerült úgy a meccs, az ugye a második meccs, a visszavágó, ahogy ők szerették volna. Ahogy mondtam, ugye most eléggé sok sérültebb hajlódnak. Hát nem tudom, kíváncsi leszek erre a Real Barcára, de ettől függetlenül még mindig 7 pontos előnye van a Barcának. Ugye a következő meccsük ugye vasárnap lesz a Valencia ellen, ami én azt gondolom, hogy papírformának kell, hogy legyen, akármennyi sérültjük van, akármennyi sárgalaposuk van. Ugye sárgalap miatt nem játszhatott Gavi, illetve majd Xavi se lehet ott a kispadon. De talán még ha olyat is beszéltünk volna, hogy még talán Rafinha se lehet ott majd. Ezt most Gerivel beszéltük. Rafinha se lesz. Igen, Rafinha se lesz. Úgyhogy azért eléggé meg lesz fogyatkozva ez a Barcelona, de én azt gondolom, hogy azért tényleg ez egy papírformának kell, hogy legyen ennek a meccsnek. Igen, azért reméljük, ezt kell hozni. Tehát azért 18. helyen lévő Valenciától nem gondolnám, hogy most kikap a Barcelona, de hát nyilván véletlenek és csodák mindig vannak. Egyébként ez a meccs lesz az, amire én ki fogok utazni Barcelonába, erről a vlogot majd jövő héten láthatjátok. Úgyhogy emiatt is kicsit aggódok, hogy jó meccs legyen. De ettől függetlenül tényleg én azt gondolom, hogy a ligát azért Barcelona meg fogja nyerni, vagy hát legalábbis most stabilan vezeti még mindig 7 ponttal. És még azt is meg bemerem kockáztatni, hogy még mindig belefér nekik pár botladozás, hogy behúzzák, de nem hiszem, hogy egyébként most botlani fognak. De tényleg kíváncsi leszek erre a Real Barcára. De akkor átadnám a szót Szívósnak, hogy mi a véleményed akkor a Barcáról, meg úgy az egész La Ligáról, de ugye inkább azon belül Barcáról, hogy akkor például erről az El Clásicóról pár mondatban beszélje, és illetve tényleg a sárga alaposokról, akik majd nem játszak a Valencia ellen, illetve a sérülésekről, a sérültekről. Oké. Hát most ugye Ákos nagyon szerényen nem akarta itt promózni magát, de én akkor ezt megteszem helyette. Ákosnak ugye megadatott az a lehetőség, hogy kimenjen Barcelonába pár napra, és meg fogják nézni a Valencia elleni meccsüket. Erről fog csinálni egy nagyon jó kis vlogot, szóval ezt majd tényleg nézzétek meg mindenhol. Majd kirakjuk az infókat, hogy mikor lesz kész, meg mikorra várhatjátok.
De a konkrét kérdésre válaszolva, még előre, vagy előtte hadd szúrjak be pár dolgot. Ugye a Barca most az elmúlt hetekben kiesett a Európa Ligából, a Manchester City ellen, és most a elmúlt fordulóban pedig kikapott az Almériától, igaz, hogy csak 1-0, de kikapott. Tehát ennek függvényébe várhatják a Reált, és azért ez nem lesz egy kis kihívás, hiszen a Real ott van a nyakukba, második helyen, és nyilván ők se akarják a bajnokságot hagyni, hogy elússzon. Szóval extra gőzzel fognak most menni. És ugye, amit már mondott Ákos, hogy erre jön rá egy lapáttal a Barszának, ugye ennyi hiányzója van. Szóval nincs könnyű helyzetben a Barsza, de ettől függetlenül meg fognak mindent tenni, hogy mind csütörtökön, mind vasárnap nyerjenek. És hát, ha nem is mernék rá fogadni, hogy a Real ellen nyer a Barsza, de azért vasárnap szerintem fognak nyerni. De egyébként... Nincs vitereg. Egyébként én egy El Clasicóhoz méltó meccset várok, ahol egyébként minden bármi megtörténhet. Szóval itt az előzmények nem számítanak, de mindig felszívják magukat a csapatok. Igazából ennyi. És akkor ki folytatja? Folytassa. Én átadom a szót Bercenek. Átadom a szót Bercenek igazából. Sok mindent nem tudok hozzá. Köszönöm szépen. Igazából csak néhány szót szeretnék ezzel kapcsolatban még hozzászólni, mert egyébként ezt is szépen összefoglaltátok. Szóval én azt gondolom, hogy azért három, vagy nem tudom mennyi hiányzó ide vagy oda, ettől függetlenül azért a Barcelonának ez az Almeria elleni vereség, ez a kategória, ami nem az elfogadható, tehát egy döntetnét nagyon alsó hangon össze kellett volna szedni, és ugyanez az elvárás nyilván a Valencia ellen is a hétvégi mérkőzésen. Szóval igen, és hát nyilván most ez a Real elleni kupa meccs, ez még pluszban nehezíti a dolgukat. Szóval nincsenek most könnyű helyzetben. Egyébként erre hadd mondjak még pár szót, hogy ha a BL-t vagy Európa Ligát nem számoljuk, akkor a Barcának 12-es győzelmi sorozata volt, szóval most szerintem ez az egyvereség belefér. Azért egyszer egy sorozat megszakad, most itt volt a Barcának. Nyilván egyszer minden sorozat megszakad, csak azért nem gondolom, hogy az Almeria ellen kellett volna ennek megszakadnia, tehát persze benne van, hogy egy kis csapat ellen botlanak, de hát szerintem elfogadhatóbb lett volna, hogyha mondjuk egy Real ellen botlanak. Jó, hát igen. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy még jól is jött nekik ez a úgymond kisebb pofon, hogy rájöjjenek, hogy azért ez a liga, ez még nincs nekik megnyerve, tehát kicsit összerázzák magukat, és kétszeres olyan gőzerővel dolgoznak, 200%-on menjenek tovább. Nyilván sosem jó ilyet mondani a kedvenc csapatomról, de mondjuk azt, hogy szerintem jobban jött az, hogy most kikaptunk inkább egy kisebb csapattól, mint hogy mondjuk egy nagy csapattól kapjunk. Én azt gondolom, hogy nagy csapatokat szépecském verjük meg, aztán ezután a vereség után ne legyen több, de azt gondolom, hogy belefért, úgyhogy szerintem egy jól is jött a csapatnak, természetesen reméljük, hogy azért több ilyen majd nem fordul elő, és tényleg, ahogy mondta Sziós is, egy rövid promózó perc következik, megyek vasárnap, ugye megadatott az a lehetőség nekem, hogy kiutazzak ugye Barcelonába, úgyhogy ott leszek a Barcelona-Valencia mérkőzésem, amiről tényleg fogtok látni egy teljes vlog videót, az igazából az utazásról, a meccsről, ugye majd stadion látogatáson is részt fogok venni, szóval minden egyébről fogtok látni egy teljes vlog videót, úgyhogy nagyon érdemes feliratkozni a YouTube csatornánkra,
mert tényleg élőben, majd premierként fog egyébként lemenni ez a videó, a pontos időpontját azt majd jövő héten fogjuk közölni veletek, mert bevallom őszintén ez attól függ, hogy fog kijönni a lépés, hogy tudom ezt majd megvágni ezt a videót, úgyhogy mindenképpen érdemes feliratkozni, de infókat meg majd a Instagram oldalunkon fogtok róla látni, szóval oda azt az oldalunkat is kövessétek be, Sopron Sport Cast. Köszönjük szépen, de akkor lépjünk is tovább szerintem. Beszéljünk egy kicsit a Premier League-ről. Hát erről szerintem azért annyit nem lehet most beszélni, de röviden, tömören igazából az Arsenal vezeti a Premier League-et, 2 pontos előnyben a Liverpool, vagy a Liverpool, jaj, Isten ments, a Liverpool ott lenne. Szóval a Manchester City ellen, de azt azért hozzá kell tenni, hogy az Arsenal egy meccses lemaradásban van, tehát mondjuk ugye 24 meccset, míg a City 25 meccset játszottak már. Azt gondolom, hogy azért a Manchester Unitednak már itt nem lesz beleszólása, tehát szerintem azért itt a City és az Arsenal között fog eldőlni, hogy kié lesz az a Premier League végén a trófea. Úgyhogy mindenképpen érdekes ez a párharc, de nem, akkor beszéljünk arról is, hogy azért a Liverpool most kicsit fölzárkózott, és már a 7. helyen állnak, előttük lévő... Igen, most becsusszant egy döntetlen. Így van, most egy döntetlen becsusszant, és most fognak majd játszani mindjárt mondom. Hát hamarosan a United ellen. De Geri biztos tudja, hogy mi lesz a következő mérkőzésük. Wolves ellen. Igen. Igen, Wolves ellen holnap. Igen, mire megtaláltam, már mondtátok. Nem holnap, 3-án, nem? Ugye? Nem, holnap. Elsőjén. Ma van a sajtótájékoztató. Holnap játszik az Arsenal a Everton ellen, és a Liverpool. Úgyhogy kíváncsi leszek. Azért Liverpoolnak ezt most meg kéne nyernie, hogy még bezsebeljen 3 plusz pontot, de hát ugye arról is kell beszélnünk, hogy a Liverpool 23 meccset játszott eddig, míg például egy előtte lévő Fulham csak már 25-öt, szóval 2 meccses előnyben van a Fulham, de akár ebbe a csoportba tartozik a Tottenham is, aki 9 pontra van a Liverpooltól, és ugyanúgy 2 meccset többet játszott. Szóval én azt gondolom, hogy azért a Liverpool még följöhet, bár azért tényleg a végén necces lesz, hogy odaérnek a BL induló helyre, de szerintem nekik most ez a cél lebeg a szemük előtt. Esetleg... Ja, és akkor még említsük meg azt is, hogy azért a Chelsea ott van még mindig a 10. helyen, és ők azért nagy meccses lemaradásban nincsenek, tehát ők 24 meccset játszottak. Úgyhogy, hát érdekes a Chelsea idén, nagyon érdekes. Chelsea nagyon gyenge. Nagyon gyenguszka. A Potter állása az most nagyon nagyon megremegett. Ezután a vereség után ugye a szurkolók követelik is a fejét, hogy mondjon le. A családját is ugye, hát körülbelül halálra kívánták, úgyhogy... Hát ilyen például az elmúlt 5 meccsből... Kettőt elszített a Chelsea, és 3-at döntetlenre hozott ki. Tehát azért szerintem ez egy Chelsea értékű csapattól egyáltalán nem jó statisztika, hogy az elmúlt 5 meccsből legalább egyet nem tudtak behozni. Tehát ahogy látom, az elmúlt 5 meccsből ilyen per pillanatban a Premier League-ben mindenki legalább egyet meg tudott nyerni, kivéve a Crystal Palace. De azon kívül, ha jól látom, akkor mindenki legalább egy meccset be tudott húzni az elmúlt 5 mérkőzésükből, szóval hát ez se egy jó statisztika, de hagyjuk a statisztikát. Esetleg, srácok, bármilyen hozzáfűzni van a Premier League-hez? Akkor most kezdek én, szerintem én még nagyon nem kezdtem egyik témánál sem. Én úgy gondolom, hogy főleg ezzel a Crystal Palace ellen döntetlennel a Liverpoolnak, még úgy is, hogy 2 meccses hátrányban vannak több csapathoz képest, nagyon távolodik a bajnokok ligája, és lassan már az elérhetetlen kategóriába kerülhet. Persze még hátra van sok meccs, több mint 10 forduló, az alatt bármi történhet, de szerintem, hogyha ezt így folytatják, akkor maximum egy Európa Liga vagy konferencia liga
induló pozíció az, ami reális lehet. A Chelsea pedig szépen lassan elengedheti a kupa indulást, bár ugye a Tottenham papíron erősebb, mégiscsak ott vannak a negyedik helyen, és kezdik megerősíteni ott magukat. De akkor is azért, hogyha a Chelsea előre szeretne lépni, akkor fontos lenne, hogy a papíron erősebb csapatok ellen is valamit csináljanak, és eddig nem úgy tűnik, hogy ez összejönne nekik. Na. Köszi a véleményt, Bercus. Igazából szerintem tényleg jól kibeszéltük a Premier Ligát is. Ligát is. És nem tudtam eldönteni, hogy angolul vagy magyarul mondjam a ligát. De mondom akkor magyarul. Úgyhogy akkor lépjünk tovább szerintem a következő ligára, amiről beszélünk. És utána már tényleg csak két témánk van. Igazából az NB1, illetve a férfi kosárlabda válogatott, de azok már tényleg nem egy hosszú témák lesznek, nem lesznek hosszú témák. Úgyhogy akkor lépjünk tovább a Bundesligára. Erről ejtsünk pár szót. Hát ugye megtörtént a sokak által várva várt, szerintem sokak által várva várt Bayern München Union Berlin mérkőzés. Hát a Bayern 3-0-ra megvert az Union Berlin. Erre azért szerintem nem sokan számítottak, hogy ez egy ilyen sima győzelem lesz a Bayernnek, de végül megtörtént. Úgyhogy a jelenlegi állás szerint a Bayern vezet 46 ponttal, ezzel egálban igazából csak a gólkülönbség különbözik a Dortmund mögötte 46 ponttal szintúgy. Majd utánuk jön a Union Berlin 43-mal, Lipcse 42-vel, illetve a Freiburg 41-el, tehát konkrétan itt a top 5 az 5 ponton belül van, ami hatalmas nagy izgalmakat okozhat itt a végére még akár. Ugye a Bayern München lehet, hogy most inkább lehet, hogy kicsit lead a ligából, és lehet, hogy inkább majd a BL-re fog koncentrálni, ami szerintem lehet, hogy jól fog majd jönni az Union Berlinnek, illetve ha kiesik a Lipcse a City ellen, akkor a Lipcsének is, de nyilván ugye a Dortmund még jelenleg párharcban van, de ott is ugye majd ettől függ, bár jelenleg ugye 1-0-ra vezetnek a Chelsea ellen, úgyhogy kíváncsi vagyok. Én azt gondolom, hogy tényleg azért itt a végén még lehet nagy fordulat. Az, hogy most az Union Berlin 3 pontra lemaradt a Münchentől, ez nem ilyen sok minden szerintem. Meg a Lipcsének is ez a 4 pontos hátránya szerintem az egyáltalán nem olyan sok. Úgyhogy itt még tényleg bármi lehet. Hozzáfűzni való srácok a Bundesligához? Én úgy érzem, hogy a Bayern München simán bajnok lesz. Amilyen simán megverték az Union Berlint, és amilyen jól játszottak. Hát eléggé szédületes teljesítményt nyújtottak. A Dortmund, hát nem tudom, én nem érzem olyan erősnek őket, úgyhogy... De hamar se lesz egy Der Klassiker, szóval... Ott majd bizonyíthatnak a Bayern ellen, de az Union Berlin nem érzem esélyesnek. Főleg úgy, hogy előtte az utolsó helyzet Schalkét se tudták megverni, úgyhogy... Szerintem az Union Berlin az... Meg a Lipcse az meg már főleg elszáll szerintem. Nagyon maximum Dortmund, de én úgy érzem, hogy a Bayern München idén is félgőzzel is be fogja húzni a bajnokságot. Hát én annyit tudnék elmondani, hogy a Bayern azért most egy kicsit példát statuált. Azért megmutatták, hogy nekik igenis van itt keresni valójuk, még ha nekem nem is ők a kedvenc csapatom a Bundesligába, de ezt azért el kell mondani. És az előző adásokban csináltunk egy ilyen predikciót, hogy mindenki elmondja, hogy szerinte kinyeri meg a Bundesligát. Én a Berlint mondtam, az Union Berlin, de most már ez lehet, hogy kicsit így megváltoztatta a véleményemet ez a meccs. De ettől függetlenül szurkolok nekik. Én ugye említetted ezt, hogy beszéltük az egyik adásban, tippeltünk, hogy szerintünk ki fogja nyerni a Bundesligát. Hogy emlékszem, Gerivel mondtuk azt, hogy a Bayern viszonylag simán be fogja húzni, és kezd ez így lassan beigazolódni, bár a Dortmund most jó formában van, de szerintem, hogyha a Bayern így folytatja, akkor szépen lassan
megcsinálják azt, amit az elmúlt években mindig is. Az elmúlt 10 évben, ha jól emlékszem. Az elmúlt 10 évben mindig is szépen elhúznak, és nagy különbséggel megnyerik. Talán most már nekem ott a Dortmund a második helyen is elég biztosnak tűnhet, és akkor még a harmadik helyért lesz itt csata. Azért ez a 3-0-ás eredmény, meg a mutatott játék, az sok mindent elmond a jelenlegi szintekről és esélyekről. Oké, és akkor lépjünk tovább szerintem. Itt. Erről szerintem többet nem nagyon lehet beszélni. Úgyhogy akkor lépjünk tovább az NB1-re. Erről szerintem most kezdjen a Geri. Én ugye 3 meccset láttam hétvégén, az egyik a Talágerszeg videóton volt, a másik Kecskemét. Újpest és a harmadik, amit láttam, az még a Fradi Debrecen, úgyhogy én ebből a 3 meccsről fogok beszélni. A többit azt majd, ha akarjátok, elmondhatjátok. Szerintem a Zalaegerszeg videóton nem volt egy nagyon jó mérkőzés, de viszont voltak helyzetek, videóton megszerezte a vezetést elég korán. Ugye Katona Mátyás is megrúgta az első gólját, aki most érkezett az Újpestből, hogy fejelte az első gólját, és erre jött egy zalaegerszegi válasz, és a második félidőben a videóton az elfelejtett focizni, és így a Zalaegerszeg könnyedén behúzta ezt a győzelmet, és akár több is lehetett volna. Hát én nem tudom, hogy Huszti meddig fog maradni, de hát ez a videóton ez most nagyon gyengén néz ki, és akár ebből még nagyobb baj is lehet, úgyhogy kiszédülhetnek. Ugye Huszti interjút adott a meccs végén, és azt nyilatkozta, hogy a játékosai nem fogják fel, hogy a videóton célja az, hogy bennmaradjanak, szóval a kiesés ellen akarnak küzdeni, ez az idei cél, és azért egy olyan csapattól, aki a második legtöbb pénzzel rendelkezik a ligába, ilyen célt megfogalmazni, azért szerintem egy kicsit nagyon nagy szégyen. Főleg úgy, hogy a tulajdonosuk 5 éve nem is állt szóba médiával, szóval eléggé nagy gond van Székesfehérváron, hát nem tudom, hogy ebből lesz a kiút. De viszont a Kecskemét az tovább folytatta a remeklését. Ugye a Kecskemét utoljára hazai pályán az NB2-be 1 éve kapott ki, és most hétvégén sem kapott ki, és ez azért volt nagy meglepetés, hiszen még a 80. percben az Újpest vendégként 2-0-ra vezetett a 80. percben, és így tudta megfordítani a mérkőzést a mezőkövest, Kecskemét. Majdnem ugyanaz. És ráadásul nem is fordítottak, csak egyenlítettek. Így van. Hát egyenlítettek, igen. Az első fél időben végig kontrajátékra törekedett az Újpest, és igazából ez be is jött nekik, hiszen vezetéssel mentek a szünetre, aztán a szünet után még egyet is rárúgtak, már elhihették, hogy a kezükben van a meccs, és akkor innen állt fel a Kecskemét. Ami üdvözölendő volt az, hogy elég sok néző volt kint a rossz idő ellenére, megnyitották ugye a város felőli oldalt, ami azért volt nagy meglepetés, hiszen utoljára 10 éve voltak ott szurkolók, úgyhogy ez megint egy üdvözölendő fölújítás volt, és így 4-re lehettek kint körülbelül a stadionban a rossz idő ellenére is. És nekem nagyon tetszett ez a mérkőzés. Igaz, hogy a pálya nem volt a legalkalmasabb rá, de viszont izgalmas volt a találkozó, nagyon sok helyzettel, illetve volt egy pár kakaskodás is, és hát a végén az 94. percben az a gól, amire azt hittem, hogy először a kapus fejelte, de aztán nem, de nagyon nagy volt. És a harmadik meccs, amit ugye a legjobban vártak, az a forduló rangadója volt. 14.000 néző megtekintett a helyszínen a Debrecen-Ferencváros mérkőzést, ahol az esélyesebb csapat nyerte végül a találkozót. Igazából a Debrecen eddig nagyon jól játszott, de ezen a meccsen semmi nem jött abból, és ami a legrosszabb hír a Hajdú-Bihar megyeieknek az, hogy az egyetlen kapusuk is megsérült, szóval a mai nap folyamán már Kovács Péterrel is szerződést kötöttek a MB2-es Budafok kapusával, hiszen pótolni kellett a sérülést összehozó Megyerit. Ugye télen elküldték Gróf Dávidot, aki azért nem volt egy rossz kapus. Rabin Alexet visszaküldték Nyíregyházára, és így ugye nem maradt kapusuk, úgyhogy ez azért nagyon nagy meglepetés volt. Gyugyák Balázs nem tudott gólt rúgni, illetve gólt azt sem tudott adni, úgyhogy ez nem az ő hétvégéje volt, de viszont ez volt a 100. NB1-es mérkőzése, úgyhogy talán nem felejti el egy hamar, bár az eredmény az eléggé
Hát nem volt jó számára. Úgyhogy én nagyjából ennyit tudnék elmondani, amit láttam. Egyébként még a Fradi meccsre egy kicsit többet vártam, azt gondoltam, egy jobb meccs lesz, de aztán nem így sikerült. Na, hát akkor szerintem ezt Keri Pöpeci összefoglalta igazából a legtöbb meccset. Itt a tabelláról nem hiszem, hogy sok szót kéne ejtenünk. Hát a Fradi idén is simán be fogja húzni a bajnokságot, ez nem is kérdés. Igazából nem gondolnám, hogy itt erről sok szót, mondatot kéne beszélnünk, 49 ponttal vezetnek a mögöttük lévő Kecskemét től, akik 33 ponttal állnak a második helyen. Én azt gondolom, hogy Kecskemét az tényleg nagyon szép szezon fut idén, úgyhogy őket tényleg meg kell dicsérni. Nyilván a szezon elején a jó kezdésnél még sokaknak, akár nekem is megfordult ott a fejükbe, hogy hú, lehet, hogy én itt a Kecskemét bezavarhat a végén, de hát azért szépen lassan kirajzolódott a papírforma, mint minden évben, hogy azért a Fradi ezt idén is simán be fogja húzni. Úgyhogy többieknek bármilyen hozzáfűzni való. Geri, úgy összefoglalta, mint egy sportújságíró, szóval nincs. Én még kettő meccsel kapcsolatban említenék néhány apró dolgot. Nem szeretném sokáig húzni. Egyrészt a Zete-Fehérvár mérkőzéssel kapcsolatban, hogy mindkét csapat úgy érkezett erre a találkozóra, hogy valamennyire kisebb-nagyobb mértékben gödörben vannak a bajnokságban. A Zetének sikerült kimászni ebből a gödörből, vagy legalábbis elkezdtek kimászni most ezzel a győzelemmel, és talán megindulhatnak ismételten fölfelé a tabellán. A Moniz az állását ezzel megmentette igazából talán, hogyha innen nem jönnek nagyobb vereségek, akkor nem hiszem, hogy elküldenék. Fehérváron pedig egyre nagyobb a gond, ahogy ezt Geri nagyon szépen kifejtette. A másik mérkőzés pedig a Puskás Akadémia Paks mérkőzés, ahol talán kisebb meglepetésre sima 4-1-es győzelmet aratott a Paks. Böde beállt a végén, és 3-4 perc alatt, 3-4 perc alatt lőtt két gólt az emberünk, szóval elképesztő, amit művel, és Voltnernél a NB3-as csapatban, a második számú csapatban játszották érthetetlen módon, mert hát megmutatta, hogy ő még képes itt egy jó szintet hozni az NB1-ben, és lőni a gólokat, és vezetni ezt a csapatot fölfelé a tabellán. Így van. Na jó, hát akkor szerintem erről ennyit. Akkor térjünk át a magyar férfi kosárlabda válogatottra, akik megverték a bosnyákokat, győztek Bosznia-Hercegovina ellen, méghozzá nem is kis pontszámmal, 87-77-re legyőzte hazai pályán Szombathelyen Magyarország a bosnyákokat. Nagyon jó dobó százalékkal rendelkeztünk, úgyhogy szerintem ennek is köszönhető volt az, hogy nyerni tudtunk, illetve azért azt tegyük hozzá, hogy rengeteg hiányzónk is volt. Tehát alapból, aki ránéz a keretre, rögtön például egy Perzozónak a személye hiányzik rögtön, illetve nyilván ez most már azért így évközbeni válogatott meccseken állandósuló Hanga Ádám hiánya, de hát ez szerintem érthető módon nyilván ugye a spanyol bajnokságból őt nem fogják elengedni évközben magyar válogatott meccsekre, de sajnos ez a győzelem se volt elég, viszont így behúztuk a negyedik helyet, amit azt gondolok, hogy szerintem jó szájízzel mondhatunk magunk kévá, talán így értelmes, tehát jó szájízzel hagyhattuk el a parkettát. Szerintem mindent megtettünk ezen a meccsen, sajnos, hogy
az az előtti meccseken nem tudtunk ilyen jól játszani, mert hogyha az azért az az előtti meccseken is ilyen jól játszunk, akkor akár még meg is lehetett volna az a továbbjutó hely, de tényleg ez most már nincs olyan, hogy mi lett volna, ha. Én erről sokkal többet nem tudok mondani, kimagasló teljesítmény nyújtott Somogyi, eszméletlenül jó volt, 12 pontot dobott 3 pontosokból, úgyhogy 4-3 pontos dobott összesen, kritikus pillanatokban betalált a fiatal magyar játékos, neki szerintem hatalmas nagy szüksége van jelen per pillanatban a magyar válogatottnak, illetve Benke Szili is eléggé jó formában volt, de ne felejtsük el Eidingsfeld Jánost is megemlíteni, aki szintúgy 18 pontot dobott, és azért szerintem talán ő volt ennek a meccsnek még egy másik legnagyobb meglepetése, mert azért Eidingsfeldtől nem szokhattuk meg, hogy pontban is ennyire hozzá tud járulni a meccshez, mind védekezésben, mind pontban ott volt a szerem. És aki megnézi a statokat, az láthatja, hogy azért abban a második, illetve negyedik negyedben kimondottan jól játszottunk, illetve az első és harmadik negyedben majdnem, hogy egy egál meccset játszottunk. Ugye az első negyed 12-23 lett a bosnyákoknak, majd a második negyedben 27-14-et produkáltunk, ami szerintem eszméletlenül jó. Majd a harmadik negyedben kicsit lejjebb adtunk, 17-23, majd a negyedik negyedben 24-17, úgyhogy 2600 néző előtt sikerült ezt behúzni. Úgyhogy szívós esetleg bármilyen mondani való. Jó, és ezzel a győzelemmel ugye nem jutott tovább Bosznia-Hercegovina. Ugye 6 ponttal kellett Magyarországnak megvernie a bosnyákokat, hogy ugye meglegyen a pontkülönbség. Úgyhogy, de mivel ugye nem nyertek a bosnyákok, ugye a bosnyákoknak még lett volna esélyük tovább jutni Montenegróval szemben, de így, hogy még nem is nyertek, és még a pontkülönbség sem lett meg, így a 6 fős csoportban az 5. helyen végeztek Csehország előtt, illetve Magyarország mögött, és a top 3 meg Franciaország, Litvánia és Montenegró lett. Na, szívus téde szó. Igen, igazából elmondtad a információk jelentős részét, annyit nem mondtál el, hogy miről beszélsz. Tehát most a világbajnoki selejtezőkről volt szó, ez kimaradt. Így van, az elején elfelejtettem. De semmi baj. Tehát most a világbajnoki selejtezőkről beszélt az Ákos. Ugye ez volt az utolsó fordulója, és amit még meg kell említeni, hogy ebbe a fordulóba két meccset játszott a válogatott, a másik a litvánok ellen volt, ami múlt hét csütörtökön volt Litvániába. Ott belefutottunk egy 25-ös zakóba, egy mosásba, igazából egy B vagy C litván válogatott ellen, hiszen tőlük szinte senkit nem engedtek el a klubok, de hát még az ellen a B vagy C litván válogatott ellen is kaptunk egy 25-öset. Azt azért hozzá kell tenni, hogy tőlünk is rengeteg hiányzó volt, ugye azt hiszem 6 vagy 7 játékos, Hang a golomán, Perl az utolsó pillanatban lett beteg, Filipovic, Roszkó ellen, Bolya. És még valaki van, Bolya. De most ez nem jut eszembe. Vojvoda, igen. Itt ültözök már fél percet. Olyan halk voltál. Csak értettem. Vojvoda, igen, ő az utolsó játékos. Ugye ő nem betegség miatt, vagy ilyesmi miatt, hanem neki... Hát, külön jogi problémái vannak most. Tehát a litván meccs előtt nagyon kevés matematikai esélyünk volt, hogy tovább jussunk, de volt még egy kevés matematikai. Viszont miután kikaptunk tőlük, utána már lényegében a bosnyákok ellen tét nélkül játszhattunk, és elég felszabadultan játszottunk, ugye 6-7 alapember nélkül. A fiatalok megmutathatták, hogy mit tudnak, és rendkívül jó hangulatú meccsen tudtunk nyerni. Ugye a fiatalok mellett még én Eilingsfeldet emelném ki, mert neki nagyon tetszett a játéka, néztem a meccset, és nagyon, nagyon hasznosan játszott. Illetve még amit meg kell említeni, Mócsán Bálintnak a második válogatottsága ezen a meccsen volt, és azért egy fontos triplát tudott besíjeszteni egy fontos pillanatba, a végjátékba. Szóval ő is hozzátett, amit hozzátudott, és igen, ahogy Ákos mondta, jó szájízzel hagyhattuk el a pályát.
igazából volt egy kis érdekesség a meccsen, hogy hát egy ilyen petárda vagy görög tűz érkezett a bosnyák szektorból a magyarba, mert nagyjából 150 bosnyák ultra volt, és bedobták, hát nem tudom, hogy véletlen vagy nem, de utána kifizették annak a hölgynek, akinek a kabátjára esett az a petárda. Mindenki beleadott egy kicsi pénzt a közösbe, hogy kifizethessék a hölgynek a kabátját, ez egy nagyon szép gesztus volt. Azóta nem tudom, hogy rájöttek-e, hogy ki volt az, és hogy szándékos volt, vagy nem. Én azt gondolom, hogy azért szándékos volt, mert nem gondolnám, hogy azért görög tüzet így valaki pontosan ledobja a magyar nézők közé. De... Hát igen, igazából ez úgy sem fog kiderülni, de legalább kifizették. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus volt, tehát ahogy meg is említették a közvetítésben, ez szerintem példaértékű volt, az kevésbé, hogy bedobták, de az, hogy utána tényleg olyanok adtak bele pénzt, akiknek közük nem volt, csak szimplán jóvá akarták tenni azt, hogy az egyik társuk bedobta a görög tüzet a magyar hölgynek a kabátjára, és azért tegyük hozzá, hogy sok fiatal néző is ott volt, tehát azért nem biztos, hogy jó tett volna, mondjuk egy ilyen, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem azért egy ilyen 10-11 éves kisgyerekek is simán ott voltak a körül, a szektor körül, pont az anyuka mellett is ült szerintem ott egy kisgyerek, hogyha azért a kisgyerekre rádobják, azért az nem lett volna kellemes. De akár egy felnőtre is. Vagy akár egy felnőtre is, tehát ez teljes mértékben balesetveszélyes volt. Úgyhogy szerintem ebből a pozitívumot kell nézni, azt, hogy szerencsére csak egy kabátnak esett baja, és nem egy embernek, szóval. És azt, hogy tényleg egy szép gesztussal ezt úgymond helyrehozták. Úgyhogy így van, jó mondja szívus. Esetleg bármi más mondani való? Nagyjából összefoglaltam. Jó, oké, és hogyha ezt is kibeszéltük, úgyhogy akkor igazából még mielőtt kiköszönnénk, annyit szeretnénk elmondani, hogy holnap 8-kor tartjuk a F1-es podcastünket, ami nem fél 8-kor? Fél 8, csak hozzá vagyok szokva a 8-as kezdéshez, és ezért mondtam rögtön 8-at, de igen, fél 8, most már rájöttem. Csak szinte minden livestreamünk 8-kor kezdődik, szóval azért mondtam hirtelen, de igen, fél 8. Úgyhogy fél 8-kor kezdjük. Amire számíthattok, az a autófestéseknek a top 1-től top 10-ig való értékelése, mind a hármunknak. Ez fontos tudni, hogy holnap szívós nem lesz. Tehát én, Geri és Berci leszünk holnap. Úgyhogy a hármunknak hallhatjátok majd a véleményét, úgyhogy a festésekről top 1-től top 10-ig, illetve majd egy tippjátékot fogunk tartani, úgymond megtippeljük a szezon végi bajnokság, illetve konstruktőri bajnokságnak a végeredményét, úgyhogy a top 5 pilótát fogjuk megtippelni, illetve a top 10 konstruktőr, tehát az elsőtől a tizedikig, de emellé sok finom, érdekes és jó kérdésekkel is készülünk egymásnak, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani, úgyhogy erről majd holnap láthattok egy posztot, hogy majd gyertek, úgyhogy nem fogtok előre maradni. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot majd YouTube-on, illetve kövessetek be minket itt Twitch-en, vagy YouTube-on iratkozzatok fel, hogy le nem maradjatok a következő tartalmakért, és ne felejtsétek el, ezt már elmondtam, hogy 100 feliratkozónál szeretnénk, hogyha meg lenne a 100 feliratkozó, 100 feliratkozónál egy hosszabb, akár egy ilyen 6-8 órás podcasttel készünk nektek, úgyhogy szerintem azért eléggé sokan vannak azok, akik már hallottak a csatornáról, vagy bele is néztek a videókba, és még sincsenek feliratkozva, úgyhogy kérlek szépen titeket, hogy iratkozzatok fel, mert ez nekünk eléggé sokat jelentene, hogy minél többen legyünk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen Bercinek, Gergőnek, illetve Szívusnak, hogy itt voltak ma velem. Igen. Köszi, sziasztok! Úgyhogy a következő sziasztok. Podcastben találkozunk, addig is szép reggelt, estét, délután mindenkinek. Sziasztok, srácok, illetve lányok, sziasztok! Halihó, halihó!